Köszöntöm a Trió TV nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2018. március 9-én, pénteken 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából. Mégiscsak megújulhat a dr. Horváth Tibor Szociális Központ. Új közbeszerzést írtak ki. A Pannonhalmi Városvezetés érkezett tapasztalat cserére Bükkre. Vasban, civilben, konferencia civil szervezeteknek Bükkön. Vívó olimpici a bükki sportcsarnokban. Péntektől vasárnapig küzdenek a gyerekek. Ismét női utánpótlás labdarúgó válogatott mérkőzéseket játszottak Bükkön. Az év természetfotósa vándorkiállítás látható Kőszegen. Sztojka József helyi festőművész kiállítása Bükkön. Nőnapi köszöntő a Csepregi Területi Gondozási Központban. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Habár érkezett érvényes pályázat a dr. Horváth Tibor Szociális Intézmény felújításának harmadik közbeszerzésére, mégsem indulhat el a munka. A kivitelező ugyanis a szerződés aláírása előtt visszalépett. Most negyedszerre is kiírta az önkormányzat a közbeszerzést. Hosszú ideje húzódik már a dr. Horváth Tibor Szociális Intézmény felújításának kezdete. Habár az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy mielőbb elindulhasson az épület rekonstrukciója, mégis folyamatosan falakba ütköznek. Korábban elutasították a férőhely bővítési kérelmüket, így a hozzáépítés nem valósulhatott meg, de a képviselők kitartottak a már meglévő, elhasználódott épület felújításának terve mellett. A munkálatokra szánt keretösszeget már a 2017-es költségvetésben is tervezte az önkormányzat, de két eredménytelen közbeszerzés miatt tavaly nem valósulhatott meg a korszerűsítés. Idén szintén elkülönítették a keretet, és úgy tűnt, végre elindulhatnak a munkálatok. A harmadik közbeszerzési eljárás során ugyanis érkeztek érvényes pályázatok, a képviselők döntöttek is a nyertes kivitelezőről. Ám a szerződés aláírása előtt nem sokkal a kivitelező mégis visszalépett, így a városvezetőknek újra negyedszerre is ki kellett írni a közbeszerzési eljárást. A lényeg az, hogy a harmadik közbeszerzési eljárásnál kiirdettük a nyertes kivitelezőt, ám a szerződéskötés előtt a kivitelező visszalépett. Tehát a mai testület ülésen az egyik napirendi pont újólag az lett, hogy ismételten negyedszer nekifutunk ennek a közbeszerzésnek. 19 kivitelezőt keresünk meg levélben, és kérjük őket, hogy pályázzanak erre a projektre, meglátjuk. A lényeg az, hogy a határidők annyiban változtak csak, hogy a végső határidőt azt 2019. január 31-ről kitoltuk 2019. március 31-ig. Reméljük, hogy ez a plusz két hónap segít valamennyit. Az építőiparban valóban a kapacitások nagyon le vannak kötve. Nyilván ez is az egyik fő ok, amiért ugye ilyen nehéz a dolog, nehezen megy a dolog, de bízunk benne, nem adjuk föl. A 19 meghívott kivitelező hamarosan beadhatja a pályázatát, ha úgy gondolja, hogy szeretné elvégezni a szociális otthon felújítását. Ha érkezik érvényes pályázat, akkor ismét tudnak majd nyertest hirdetni, és akár még idén elkezdődhet az épület felújítása. Ha nem érkezik érvényes pályázat, akkor a tervek szerint újra kiírják a közbeszerzési eljárást mindaddig, amíg nem találnak olyan vállalkozót, aki megvalósítja a terveket. Ahogy Taródi Lajos fogalmazott, a végsőkig elszántak, nem adják fel a felújítási terveiket. Pénteken délelőtt a Pannonhalmi Városvezetés érkezett tapasztalat cserére Bükkre. Azért jöttek, hogy jobban megismerjék Bükköt, hogy az itt jól működő gyakorlatokat átvihessék Pannonhalmára. Pannonhalma kezdeményezett kapcsolatfelvételt Bükkkel. Ennek első állomásaként látogatott el pénteken egy delegáció a Vasifürdővárosba. Pannonhalma város küldöttsége azért érkezett ma Bükk városába, hogy megismerkedjen azokkal a jó példákkal, ami a jövő építés tekintetében azt gondolom, hogy számunkra is nagy jelentőséggel bír. Pannonhalma világörökségi helyszínként
komoly törekvésekkel bír a elkövetkezendő években, komoly fejlesztési elképzeléseink vannak, és nyilván szeretnénk a körülöttünk Magyarországon, környezetünkben megtalálható olyan helyszíneket megismerni, meglátogatni, ahonnét jó példát tudunk meríteni a saját fejlesztéseinkhez. És hát Mükvárosa egyrészt földrajzig sem távol eső terület tőlünk, másrészt pedig település méretében is egy hasonló méretet képvisel, így mindenképp fontosnak tartottuk, hogy egy kapcsolatfelvétel erejéig ellátogassunk önökhöz, és megismerjük az itteni lehetőségeket. Emellett még milyen más városokba látogatnak majd el? Nyilván nem az egész országot kívánjuk meglátogatni és végigjárni. Elsősorban azokat a desztinációkat keressük, ahol a turizmus régóta magas színvonalon van jelen, és ebből próbálunk meríteni és átültetni a saját elképzeléseinkbe. Itt most nem konkrét felsorolást szeretnék megejteni, hogyha ezt megengedi, hanem inkább azokat a helyszíneket próbáljuk feltérképezni, amik méretüknél fogva hasonló képet mutatnak, mint Panorama városa. Tehát nem a megyei jogú nagyvárosokat keressük elsősorban, hanem a kisebb városokat, településeket. Az alpolgármester hozzátette, nem csak rövid távon gondolkodnak, hanem hosszú távú együttműködéseket szeretnének kialakítani a Pannonhalmához közeleső településekkel. Terveik szerint akár a közös munka része lehet a jövőben olyan együttműködés kifejlesztése is, amelynek keretében például autóbuszos kirándulásokat szervezhetnek a bükki vendégeknek Pannonhalmára, vagy akár fordítva. Így Bükk és Pannonhalma egyaránt profitálhat a kapcsolatból. A megkeresésnek természetesen Bükkváros szívesen tett eleget. Igazából túl sok kapcsolatunk a Pannonhalmával nem volt soha, viszont ott dolgozik egy olyan településfejlesztési szakember, aki korábban a fejlesztési ügynökségen dolgozott, illetve Bükk számára is készített fejlesztési dokumentumokat. Így ő vetette fel ott Pannonhalmán, hogy esetleg ide eljönnének a városnak a vezetői, hogy megnézzék, hogy itt nálunk hogy működik a városnak az üzemeltetése, fejlesztése, és ezt a kis delegációt fogadtuk Bükkön a városházán. Most annyit kell ezekről az együttműködésekről tudni, hogy a Bükki önkormányzat ilyen informális kapcsolatrendszert tart fönn a Vas megyei kisvárosokkal is, tehát azokkal a kisebb városokkal, amelyek 5000 fő alattiak. Itt szoktunk mindig másutt találkozót rendezni, ott megbeszéljük az aktuális ügyeket, a település üzemeltetés, település fejlesztéssel kapcsolatos dolgokat, ugye ebbe a körbe tartozik Vas megyébe Csepreg, Vép, Jánosháza, Őri Szentpéter, Répcelak, Vasvár, illetve Bükk, tehát így vagyunk összesen, hetem, egyébként a 13 városból, és tényleg hasznosak voltak ezek az eszmecserék, amelyekkel egymás munkáját tudjuk segíteni, illetve valamennyire az érvényesítő képességünket növelni. Ez volt a cél ezzel is, nyilván Pannonhalma részéről érkezett ez a megkeresés, és mi örömmel teljesítjük ezt. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez a kapcsolatfelvétel, most nyilván nem testvérvárosi, hogy ilyen mélységre kell gondolni, de mindenképpen ez egy másik megyében egy turisztikailag nagy lehetőségeket magába hordozó, de ez még kevésbé kiaknázó várossal is, akár Bükk számára hasznos lehet. Mi a mai program, milyen nevezetességeket néznek meg itt a Pannonhalmi? Ez menet közben alakul ki, hogy először egy ilyen általános tájékoztatót adunk az alpolgármester úr vezette delegációvának, és nyilván az ott felmerülő kérdésekre fókuszálva, akkor menet közben dől el, hogy melyik intézménybe szeretnének ellátogatni, mit szeretnének megkérdezni, mit szeretnének jobban, alaposabban megismerni városunkból, és így alakítjuk menet közben a programot, de hát ez egy félnapos program, és úgy gondolom egyébként, hogy ebből mi bükkiek is tudunk ezekből hasznos információkat meríteni, hiszen azért Pannonhalma is jelentős turisztika értékkel bír. Nyilván ott nem a gyógyturizmus van, de a vallási turizmusnak az egyik fellegvára, és ott van egy ilyen sajátos kettősség, hogy a település az igazából, vagy hát legalábbis a helyek úgy érzik, az nem tud akkorát profitálni a vallási turizmusból, mint az apátság, tehát ilyen furcsa kettős létben vannak a pannonhalmiak, van a bencés apátság is, van lent a település, a város.
A delegáció először egy tájékoztatót hallhatott a polgármestertől, ebben dr. Németh Sándor felvázolta a városüzemeltetés, a költségvetés és a turizmus fő pilléreit. Az interaktív előadás után a küldöttek Baranyai Róbert alpolgármester vezetésével megnézték a várost. Másodszor találkoztak Vas megyei civil szervezetek a Vasban civilben elnevezésű konferencián. A Büki Művelődési Házban csaknem 40 szervezet képviseltette magát szerdán. Dr. Németh Sándor Bükk polgármestere a házigazda szerepében köszöntötte a Vas megyei civil szervezetek megjelent képviselőit. A szerdai szakmai találkozó már a második alkalom volt, de lesznek még további összejövetelek is. Ez a Vasban civilben elnevezését kapta, és megyei közművelődési és civil fórum második alkalommal szerveztük meg, és előzetesen a hegypásztorkör, az oszkói székhelyű hegypásztorkör, és a Vas megyei közgyűlés tulajdonképpen volt a közös szervezés. December 1-én volt az első, és ez a második pedig most itt Bükön, március 7-én kerül lebonyolításra. Elsősorban egy találkozási hely biztosítása, mind a közművelődés, mind pedig a civil területen aktívan dolgozók részére, hogy tudjunk egymásról, tudjunk az aktualitásokról, tudjunk a legfontosabb dolgokról, megerősítsük egymást, kapcsolatot építsünk. És azt gondolom, hogy mi azt vállaltuk fel ezzel, hogy negyed évente legalább egy ilyet biztosítunk, hogy ezzel egy ilyen hiánypótló rendezvényt próbálunk betölteni, hiszen erre nagy szükség volt mindig is, és ezek után is nagy szükség van. A szervezetek képviselői szívesen jönnek el a találkozókra, aktívan részt vesznek a közös munkában. Az első alkalommal 50 körül volt a résztvevők száma, most a 30 és 40 között van, ugye az első a Szombathelyen volt. Én azt gondolom, hogy ez egy elfogadható szám, elfogadható létszám, ennél több azoknak a száma, akik visszajelzést adnak, de jelzik, hogy ott vagyunk, veletek vagyunk lélekben, de most éppen nem tudunk elmenni, úgyhogy azt gondolom, hogy van létjogosultság ennek a rendezvénynek, és lesz folytatása. A második Vasban civilben fórumon először dr. Németh Sándor beszélt a Bükön folyamatban lévő vagy hamarosan kezdődő fejlesztésekről és azok kultúrára, rendezvényekre gyakorolt hatásairól. Emellett a résztvevők megismerhették a Művelődési Házban folyó közművelődési programsorozatot, az olvasószemüveget is. Foglalkoztunk nyilván a helyi érdekeltségű dolgokkal, tehát Bükk városa is bemutatkozott, mind város szinten, mind pedig a kultúra területén, de a digitális jólétprogram felhívással is foglalkoztunk, a megyei értéktárral és a helyi értéktárak programjaival, munkájával, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai is itt vannak, itt voltak, akik elmondták az aktualitásokat. A délután, vagy hát az ebédszünet után, vagy a rövid szünet után pedig civil szervezetek is bemutatkoznak, akik tulajdonképpen tevékenységükkel próbálnak jó példát mutatni, de a Vasi Mozgóképtár vagy a Töltsd tele Vassal néven ismert projektnek a bemutatkozása is megtörténik. Mindemellett a jelenlévők az esemény végén megfogalmazták a közös irányokat, az összefogás lehetőségeit, majd jó hangulatú ebéddel zárták a második találkozót. Ismét párbajtőr Grand Prix versenynek ad otthont a Büki Sportcsarnok. Péntektől vasárnapig 4 korcsoportban lépnek pástra gyerekek. A 6 versenyből álló sorozat 4. állomása Bükk. Péntek reggeltől egészen vasárnap estig utánpótláskorú párbajtőr vívók lepik el a Bükki Sportcsarnokot. Az olimpici Grand Prix Bükk fürdőkupán több száz versenyző vesz részt egész Európából. Törpici gyermekkörnök és erdőre korosztályban mérik össze a tudásokat a gyerekek. Ez gyakorlatilag 8 versenyt rend, mert fiú-lány, úgyhogy elég sűrű a programunk. Azt szoktuk beszélőzni, hogy reggel, mikor elkezdjük, hogy akkor 8 óra felé, vagy 9-kor fejezzük be a döntőket, tehát elég sűrű a program. Hál' Isten azt kell mondjam, hogy igen népszerű maga Bükk is, Bükkfürdő is, és ebben a, hát ha szabad így mondanom, egy kicsit hol szezonban egy kicsit igyekszünk megtölteni a rendelkezésünkre álló teret. Ha körülnéznek itt, akkor a környéken már autóval nem lehet megállni, ez azt jelenti, hogy sikeres a történet, mi így szoktuk mérni. Most az egy másik történet, hogy 5-600 gyerekre számolunk, és ebben az az érdekes, hogy nem csak Magyarországra jönnek, hanem elég távoli országokban is. Tehát előfordult már nem egyszer, nem kétszer, hogy Franciaországból, Hollandiából, Svájcból is érkeznek, nem csak a környékbeli országokból. Néha beszalad egy-két olasz, görög, finn versenyző is, úgyhogy azt hiszem, hogy szeretnek idejönni, mert akik itt gyakorlatoznak, ezeken a versenyeken vesznek részt,
azokban előbb-utóbb elég komoly versenyző lett. Örömmel állapítom meg, hogy akik tavaly itt voltak és vagy nyertek, vagy nem, vagy dobó közelében álltak, azok a magyar lányok Szocsiban akarat Európa-bajnokságon szétverték a mezőnyt. Tehát, hogy úgy kerültek a dobogóra, hogy megszorítani sem tudták őket. És azért persze szükséges, nagyon szükséges ehhez az egyesületekben folyó munka, de valószínűleg a pontra az itt ezek a versenyek teszik föl. És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy már évek óta jövünk ide. Tehát itt mindenki tudja, hogy mi merre van, hogy ki hol van a zsűri, hol kell megszállni, hol kell vacsorázni, hova kell menni. Tehát nyugodtan mindenféle izgalom nélkül tudnak versenyezni, és arra tudnak koncentrálni, ami a dolguk, hogy versenyezzenek. Amit kimondottan fontosnak érzek, hogy nem csak hogy versenyeznek, hanem sportszerűen versenyeznek. Tehát itt nincs olyan, ami más sportágban esetleg előfordul. Ha lenne, hát nem is tudom, mi történne. Tehát valószínűleg a gyerekek saját maguk közé zárnak ki azokat, akik sportszemek lennének. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetünk. A Bükkfürdő Kupa szervezésében, lebonyolításában jelentős részt vállal a Szombathelyi Vívó Akadémia, akik Vas megyéből egyedüliként indítottak versenyzőket a Grand Prix-n. Először is ez a legnagyobb seregszemlé az utánpótlás párbajtörvívásnak, mondhatom, nem csak Magyarországon, hanem szinte egész Európában. És se bizonyítja jobban, mint ebbe a versenysorozatba felnővő gyerekek gyakorlatilag a világ élvezőnyébe kerülnek. Most folyik éppen Szocsiba, Oroszországba a Kadett Junior Európa-bajnokság, ahol nem egy érmes helyezést szereztek már azok a gyerekek, akik ebbe a sorozatba is nevelkedtek. Magának a Szombathelyi Vívó Akadémiának nyilván presztízs értékű ez a rendezés. Megemlíteném itt, hogy gyakorlatilag a 80-as évek volt egy nagyon sikeres Szavária Kupa sorozatunk, ami szintén utánpótláskorú vívóverseny volt, az több fegyvernembe volt megrendezve. Gyakorlatilag annak a folytatásaként próbáltuk ezt a versenyt átvenni, megörökölni, mert nyilván mi egy működő rendszer szisztémához csatlakoztunk, de el kell mondanom, hogy jó csatlakozni ezzel a versenyszisztémához, mert teljes a profizmus mind a közhasználatítvány, mind a vívószövetség részéről, és mi is próbáljuk a maximumot hozzáadni természetesen. Úgy érzem, hogy talán sikerült is. Hány versenyzővel vesznek részt? A Szombathelyi Vívó Akadémián főleg utánpótláskorú versenyzők jobbára csak párbajtőrözők vannak, tehát egy párbajtőrverseny nyilvánvalóan ők szerepelni fognak itt. 20-30 között pontosan, hát pontos számot ad, de tudjak mondani, hogy körülbelül ennyi versenyzőnk fog a 3 nap alatt megbillettetni magát, és remélem, hogy szép eredményeket is hoznak. A 3 nap során törpici, gyermek, újonc és serdülő korosztályok vívnak meg a pástokon, a hivatalos megnyitót szombaton 12 óra 30 perckor tartják. Az U19-es női labdarúgó válogatott töltött 4 napos edzőtábort Bükön. A napi tréningek és taktikai oktatás mellett 2 felkészülési mérkőzésen is pályára léptek a finn válogatott ellen. Az U19-es hölgyek, az U19-es női válogatott Turtócki Sándor szövetségi kapitány csapata a vendégünk. Egy 4 napos mini edzőtáborozásra érkeztek, az ellenfelük Finnország válogatottja, 2 mérkőzést vívtak velük. Az első mérkőzésen 1-0-ás vereséget szenvedtek, a második egy kicsit most olyan körülmények között indult, most is havat kellett takarítanunk, hogy egyáltalán meg lehessen rendezni a találkozót, de szerencsére sikerült. Jelen pillanatban nem állunk jól, de dolgoznak a lányok rajta, hogy jobb legyen a második félidő. Ami a folytatást illeti, április elején egy elitkörös selejtezőben folytatják a szereplésüket. Telkiben lesz ez a selejtező, Svédország, Szlovénia és Hollandia válogatottja lesz a lányok ellenfele. Az első helyezett jut majd ki közvetlenül az U19-es Európa-bajnokságra. Nincsen könnyű dolgunk, mert hogy a felkészülés ezen szakaszában a válogatottból 4 alapember is hiányzik, Ola Adrien, a 2 kanadai magyar lány, Tolnai Katalin, Pulnis Brigitta, illetve Dorner Dóra is sérüléssel küzd, úgyhogy Turtócki Sándor lányainak fel kellett kötni a gatyájukat, képletesen szólva. Most több olyan hölgy is bekerült a keretbe, akik nem számítanak alapembernek. A szövetségi kapitány azt nézi meg, hogy éles helyzetben tőlük mire számíthat. Mi volt a programja a csapatnak itt Bükön? Napi edzésekkel készültek ők is, a finn csapat is, illetve benne a szállodában elméleti foglalkozásokkal.
Az elmúlt időszakról beszélünk egy picit. Igaz, hogy rossz idő volt, de ugye volt még egy utánpótlás válogatott mérkőzés, és kik edzettek még itt ebbe a téli időszakban? Főleg magyar amatőr és osztrák amatőr csapataink voltak. A január 20-án, 25-én indult a szezon a műfűves pályán. A szokásoknak megfelelően a hétvégék voltak erősek. Ugye a márciusi hó miatt a szezon ki is tolódott, a bajnokságok nem indultak el sehol, úgyhogy azt mondhatom, hogy ebben a szezonban is keresett volt a büki műfűves pálya. Folytatás? Folytatás majd az edzőtáboros nyári szezonnal, illetőleg lesz egy elitkörös selejtezőnk, az U17-esek nálunk játszanak majd március 23-án, 26-án és 29-én a szerba, cseh és az olasz válogatott társaságában. Az első két mérkőzés az magyar mérkőzés lesz. Az utolsó találkozón a magyarok Sopronba mennek, mert hogy ezt a meccset majd a televízió élőben fogja közvetíteni, hogy szurkolunk nekik, hogy jussanak ki az Európa-bajnok. Izgalmas kiállítást láthatnak az érdeklődők a kőszegi Bechtold látogatóközpontban. Március végéig az év természetfotósa 2017 pályázat legjobb 112 fotóját mutatják meg a vasi közönségnek. 25. alkalommal írta ki 2017-ben a NatúrArt Magyar Természetfotósok Szövetsége Magyarország és Közép-Európa legrangosabb természetfotós pályázatát. A zsűri csak nem 3000 képből válogatott. Az értékes, komoly szakmai elismerést jelentő díjakért az utolsó fordulóban 125 mű versengett. Az elismeréseket 2017. november 7-én adták át a Magyar Természettudományi Múzeumban, majd kiállítást szerveztek a legjobb 112 fotóból. A tárlat aztán útnak indult Magyarországon, így jutott most el a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontba, Vas megyébe. Az év természetfotósa 2017 című nagyszabású természetfotó kiállítás látható az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontjában. Minden évben a Magyar Természetfotósok Szövetsége megrendezi azt a fotópályázatot, amelyen Magyarországon mindenki indulhat, aki természettel kapcsolatos képeket készít, és hát az utóbbi évben is nagy sikerrel több mint 3000 pályamű érkezett be erre a pályázatra. Ebből a 3000 pályaműből internetes szavazás útján egy nyilvános bírálaton keresztül választotta ki a zsűri azt a 112 képet, amelyek a tavalyi év legszebb kollekcióját jelentik a magyar természetfotók között, és hát ezek közül a képek közül került ki az év természetfotója, melyet Potyó Imre készített, illetve az alkotások készítői tekintetében pedig Máté Bence lett a 2017-es év természetfotósa többedik alkalommal. 2017-ben az év természetfotósa címet Máté Bence nyerte el, aki 25 fotóval indult a megmérettetésen. De nem csak ezt a díjat nyerte el, az Emlősök viselkedése kategória első helyezettjének Pitypang című képét választották. Az év természetfotója címet Potyó Imre Téli szárnyak című fotója nyerte el. Emellett még számos más kategóriában adtak át díjakat, például az állatok viselkedése kategória első helyezettje Kaszás Norbert hajnali vadászat című képe lett. Az élet a vízfelszín alatt kategória első helyezését Tökői Csaba csúcsforgalom című képével érte el. A kiállításon újdonság, hogy először kerülnek a kiállított képekre QR kódok. Ennek használatával még többet megtudhatnak a képek után érdeklődők a fotósokról és a képkészítés körülményeiről. A megnyitó után az érdeklődők Szél Antal természetvédelmi szakember, amatőr természetfotós előadását hallhatták, illusztrációnak saját felvételeit használta. Hát maga az előadásanyag nem típusosan vasmegyei, hiszen én Dévaványáról jöttem a közismert Túzok rezervátumból. A Körösmoros Nemzeti Park Igazgatóságnak vagyok a munkatársa, de a munkám mellett nagyon kiterjedt terepjárást tartok Hortobágy, Kiskunság vidékén, illetve nemzetközi legésre látogatom azokat a helyeket, amely madártani szempontból rendkívül érdekesek, és ennek egy ilyen zanzásított összefoglalóját fogom itt előadni. Egy kicsit végigvezetve az én életutamon keresztül, hiszen bőven több mint 30 évet töltöttem el a természetvédelem művelésével, úgymond a természet szolgálatában, és hát rengeteg olyan
tapasztalat halmozódott ez időt, tájt, amire aztán támaszkodik mind a honi természetvédelem, tehát sok mindent az elmúlt évtizedekben kellett a fajvédelmi programok kapcsán kijárni, kitapasztalni ahhoz, hogy a bennünket körülvevő rendkívül gazdag, védett és nem védett állatvilág egyre jobb életkörülményeket találhasson Magyarországon, miközben azért a környezetnek a romlása több helyen tetten érhető. A Büki Művelődési Központ nem csak programokban, hanem kiállításokban is bővelkedik. Legyen a szabadtéri fotótárlat, vagy beltéri festmény, díszítő vagy fafaragó kiállítás. Március 2-án egy helyi festő Sztojka József kiállítására invitálták a bükieket. Minden egy ajándékba kapott olajpasztel festőkészlettel és egy egyperces videóval kezdődött, amit megnézett Sztojka József a legnagyobb videó megosztó portálon. Azóta nincs megállás, készülnek a festmények. Igazság szerint másfél éve szeptemberben kezdtem el rajzolni. Először még csak grafit ceruzával az egyik barátomnak egy természetfotós, madarakat fotóz, kb. 20 madárfaját rajzoltam le grafit ceruzával, hát kisebb-nagyobb sikerrel. És akkor karácsonykor a középső lányom lepett meg engem egy ilyen olajpasztel készlettel. Ugye abszolút amatőr módon, autodidakta módon rákerestem a netre, hogy ezt hogyan kell használni. Voltak ismerőseim, akik ilyen tájképeket fotóztak, nagyon megfogtak, ugye a szakmámból adódóan rengeteget járok a természetbe, a munkám révén is, és így ez alapján kezdtem el a olajpasztellel foglalkozni, és végül is magamat képezve, egyre nehezebb fotókat keresve, különböző színvilágokat keresve alakítottam ki hát ezt a tárlatszerű kiállítást. Hogy megnézzük a képeidet, látjuk, hogy elég erős színeket használsz. Ez ennek a technikának a lényege? Tehát mi maga ennek a technikának a lényege? Nem hinném, hogy ennek a technikának a lényege, hanem inkább direkt olyan fotókat választok, amik színesek, élénkek. De ugye ez hozzáadódik, hogy a fekete grafit ceruzáról nem mondtam le, szóval a grafit jelleg az mindegyikben megtalálható, szóval ugyanúgy használom el ezekben a rajzokban a grafit ceruzát, mint aprólékos részleteket, az olajpasztelt, mint hátteret használom, és mint ismételve magamat direkt olyan fotókat választok, amik élénkek, színesek, hogy a képnek legyen egy struktúrája. Az olajpasztel képeimből egy 50 darabot hoztam erre a kiállításra, kb. Olyan 70 darab olajpasztel képet készítettem, szóval olyan jó 3/4-ét hoztam el erre az alkalomra. A megnyitón köszöntött mondott dr. Németh Sándor polgármester, valamint Ferkovics József festőművész, aki többször találkozott Szocsóval, Bükön, alkotótáborokban. Ferkovics József buzdította őt, hogy érdemes komolyabban foglalkozni a festészettel. Általában minden festőt inspirál egy nagy művész, akinek a nyomdokában el szeretne indulni. Szocsónál nem így volt. Teljesen önállóan kezdtem el dolgozni, mondom, teljesen autodidakta módon. Olyan szerencsém van, hogy az interneten most már annyi fantasztikus fotót lehet találni, azt még megemlíteném, hogy ezeket a fotókat felhasználva én mindegyik fotóstól engedélyt kértem, hogy lerajzoljam a fotóját, és mindegyiktől engedélyt is kaptam, hogy erre a kiállításra is elhozzam és lerajzoljam. Szóval magamtól, csak magamtól autodidakta módon jutottam el erre a szintre. És kérsz valakitől tanácsot? Tehát van olyan festőismerősöd, barátod, akitől tanácsot kérsz? Hát az utóbbi időben a Rajzmánián összeismerkedtem egy ilyen kisebb csoporttal, három lányjal, nővel, lányjal. Így már így napi szinten így beszélgetünk, van egy közös messenger csoportunk, egymásnak utogatjuk meg a félkét-két rajzainkat, egymásnak segítünk. Mind a három lánya teljesen más világot fest, rajzol, mint én. De nagyon-nagyon sok segítséget adunk egymásnak, segítjük egymást, véleményt mondunk, és segítjük a mindennapokban, hát ebben a hobbikban, mondjuk, hogy hobbinak, mert nem ebből élünk, amatőrök vagyunk, ezeket a mindennapi kis hobbikban segítjük egymást. Ez az első kiállításod.
Mik a jövőbeli tervei? Tehát maradsz ezeknél a kisképeknél, vagy esetleg nagyobb képekre is van affinitásod? Hát most én is azt nézem, hogy amikor az ember rajzolja, akkor ezek a kisképek, már kisképek akkor nagynak tűnnek, de így kiállításra én is most látom, hogy ezek kicsik, szóval valószínű, hogy átállok egy dupla méret, egy A3-as méretre. Most jelenleg visszatértem egy pár hónapja a grafitra, most teljesen egy más világot rajzolok, érzéseket próbálok belevinni, megmutatni, ugyancsak fotókról, fekete-fehérbe. Hát vannak ezekkel a barátaimmal közös terveink, közös kiállítás, egy fekete-fehér kiállítás, hát majd azt kifogja magát idővel. 12 vasi lány száll versenybe, a koronáért a Vulcano Energia Miss Alpok Adria Vas megye szépe döntőjében március 10-én a Hotel Karamelben. Egy büki lány, Simon Virág is bejutott a legjobbak közé. Akit március 10-én a legszebbnek ítér a zsűri, az elnyeri a Vulcano Energia Miss Alpok Adria Vas megye szépe címet, és közvetlenül az országos döntőbe jut. A második és a harmadik helyzet pedig az országos középdöntőben mérettetheti meg ismét magát. A lányok külön díjért is versenyeznek, amelyet Facebook szimpátia szavazással nyerhetnek el. A Vas megyei döntő sztár fellépője Szabó Ádám, műsorvezetője Gyetván Csaba lesz. Fellépnek a Movement Academy táncstúdió táncosai, és további meglepetésekkel is kedveskednek a szervezők. Csütörtök délelőtt nőnap alkalmából köszöntötte Vlasics Krisztián, Csepreg polgármestere, a területi gondozási központ lakóit. Az elmúlt évek hagyományait követve rövid műsorral és virággal köszöntötték a hölgyeket. A Nemzetközi Nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta, Magyarországon pedig 1948 óta minden év március 8-án ünnepelnek. Minden nap nőnap. Mosolyotok akácfa méz, madárdal a hangotok. Nélkületek nagyon nehéz élni, én ennyit mondhatok. Szemeitek ránk oly szépen drágok bőként ragyognak, vezetnek, mint sötétségben fényük a csillagoknak. Ti vagytok a földön, akik fölülmúljátok a napot. Kisleányok, nők, nagyik, én nagyon boldog nőnapot kívánok. Vlasics Krisztián hagyományosan minden évben nem csak Pincsepreg polgármestere, hanem a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület elnökeként is felköszönti az idős hölgylakókat nőnap alkalmából a területi gondozási központban. A város első embere nem csak virággal és verssel készül. Kéri János, nőnapi köszöntő. Tavasz hajnalán róluk emlékezünk. A nőkről, kiknek életünk köszönhetjük. Ki mindent megtesz, értünk, a nő. Dajkál, ápol, s felnevelő. Hálánk szálljon lányra, anyára, ki a családot összeadja. Szépséges nők, jó asszonyok, kívánok boldog végnőnapot. A hölgyeket lakótársaik is felköszöntötték egy rövid versikével. Nőnap alkalmával szeretettel köszöntünk titeket, kik az élet viharában is velünk voltok szüntelen. Talán nem is tudjátok, mint ezt megköszönni, de szívből tudunk mindezért szeretni. Köszönet és hála nektek mindenért, a Jóisten áldása szállítottátok mindezért. Ezt követően Vlas és Krisztián minden hölgynek személyesen adta át jó kívánságait. Mint szívben a szeretet elolvad.
helyesbítés. Múlt heti közéleti magazinunkban a dr. Csepregi Horváth János napokról szóló összeállításban tévesen jelent meg az irodalmi pályázaton 7.-8. osztályos kategóriában a díjazottak neve. A két első helyezett Majoros Mirella és Gyurász Boglárka lett. A hibáért elnézésüket kérjük, és köszönjük a visszajelzéseket. Kőszegen és Csepregen március 14-én, Bükön március 15-én ünneplik az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 170. évfordulóját. Szerdán a Jurisics téren 16 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés Kőszegen. 17 órától a Jurisics várban lesz a művészeti szemle díjátadó gálája. Csepregen szintén 14-én, szerdán 17 órakor kezdődik a megemlékezés az általános iskola aulájában. Köszöntőt mond Vlasics Krisztián polgármester. Bükön március 15-én délelőtt 10 órakor az 1848-as, 49-es hősi emlékműhöz a templomkertbe várják a megemlékezőket. Ünnepi köszöntőt mond dr. Tóth Ágnes jegyző. Közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb jövő pénteken este 7 órakor jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ha lemaradtak, műsorainkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Viszontlátásra!